támogatás újpesti szempontból Balajti jobboldali beadás után Rajci 6 méterről fejelt a kapuba. Ugye ezt láttuk már a fél időben, de talán érdemes még egyszer megnézni, elemezni. Hát még egyszer elmondom, az a legeszegi védelem szerintem nagyot hibázott. Én azt gondolom, hogy Rajci Petit picit üresen hagyták, még ha jól is elvált a védőt, vagy picit ellökte a védőt, de ez azt gondolom abszolút belefér. Mondom, még ez a három zalegelszegi védő, aki az üresbe áll, az ők hibáztathatóak a gólírás. Tehát, hogy Bruckner László is mondta az iménti nyilatkozatában, hogy az első fél időben kapott két gól, az két egyéni hiba volt. Itt a második, a 23. percben, ami Simon Krisztián találata. Én azt gondolom, hogy az előzmények voltak igazából érdekesek, de a befejezés Simon Krisztián részéről még egyszer nagyon-nagyon szép. És hát látszik, hogy ez kéri a labdát, figyelnek egymásra, tehát valóban volt értelme, ha így mondhatjuk, a csapatépítésnek hétközben, mert egységesebb csapat benyomását keltette az Újpest most, és ez már a 61. perc, amikor is szépített az Zalaegerszeg, Kamber lövi az újpesti kapuba a labdát. Igen. Egy kipattanó után. Talán egy picit a semmiből érkezett ez a gól, én azt gondolom, hogy nagyobb hibákat nem tudunk itt felfedezni, egyszerűen lepattanó labdát az Zalaegerszeg, azt hiszem, hogy jobban kihasznált és értékesítette. De azt gondolom, ez lehetett volna az egyik fordulópontja a mérkőzésnek. És aztán 3 perccel később az a bizonyos helyzet, a 64. percben, ugye Szakály belépője után, mint Barci buktatása miatt ítéltek meg büntetőt, és Rajci büntetett. Igen, azt gondolom, előtt is volt már egy kétes szituáció, amikor Rajci Petit visszahúzták a 16-oson belül. Az is egy kétes szituáció volt, egy 50-50%-os helyzet, ahol lehetett volna szintén 11-est adni. Én azt gondolom, hogy ez a 11-es is mondjuk azt utána megítélhető kategóriába tartozik. De az Újpest szempontjából ez létfontosságú volt, úgy gondolom. Újabb 5 perc telt el, amikor is Markovics lőtte be az Újpest 4. gólját. Egy nagyon kijátszott találat volt ez. Igen, azt gondolom, teljesen elcsúszott az zalaegerszegi védelem. Azt gondolom, teljesen a bal oldalra összpontosítottak az egész védekezésük. Kabát Péter gyönyörűen vette át a labdát, azt gondolom, egy érintőből egyből megforgatta, a második érintőből a másik oldalt, ahol aztán tényleg zalaegerszegi játékos közelben sem tartózkodott, úgyhogy azt gondolom, egy gyönyörű újpesti akció volt, és egy védelem az zalaegerszegi hiba. És a 76. percben pedig, ahogy láthatjuk, Kamber állította be a végeredményt, ez